Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Forza Horizon 3 Wheelspin videóban, de mielőtt elkezdődne ez a videó, ugye tudjátok jól, hogy a notebook.hu a fő támogatója a csatornának, nagyon köszönöm nekik még egyszer, és ismételten egy brutális akciót hoztak el nektek, ugyanis a Forza Horizon 3 Xbox One-os verziója 5000 forint kedvezménnyel megvásárolható lesz a leírásban található linken keresztül, a megfelelő helyre beírt puskáznom kell, FH5000, de kirakom ide, tudjátok, hogy a szokás szerint kiszoktam ide rakni nektek, hogy miről van szó, tehát nagybetűvel FH5000, Forza Horizon 5000 kód segítségével. Ugye, mint ahogy eddig is, regisztrálni kell a weboldalra ahhoz, hogy ez az akció életbe lépjen, úgyhogy ezt ne felejtsetek el megtenni. 5000 forint azért nem kevés pénz, maradjunk annyiba, tök jó, hogy ennyi leesik az árból, és ugye a játék még mindig baromi jó, nagyon fun. Írta is nekem valakiként, hogy azért kezdte játszani most, ugye most vett elő nemrég, mert én is csinálom ezeket a videókat, és ez tök jó érzés. Úgyhogy srácok, itt egy kihagyhatatlan ajánlat, 5000 forint leesik az árból, leírásban a link, notebook.hu, nézzük is meg a videónkat. Isti. A videót a notebook.hu támogatta. Link lent. Szóval itt vagyunk a Forza Horizon 3 Wheelspin videónkban, és láthatjátok, hogy most 10 000 kreditet pörgettem ki, ami nem olyan sok, de semmi probléma, megyünk is tovább a következő cuccunkkal, pörgetjük tovább a lehetőségeket. Ugye, aki nem tudná, az egész sorozat arról szól, hogy addig pörgetek az autók között, a Wheelspinekből, ameddig nem kapok egy autót, és azt az autó fog 3 darab versenyt teljesíteni, és hát így a történelem során, amióta ez a sorozat megy, azért voltak érdekes... Majdnem az a Clark Griswoldos családi szörnyeteg lett, hála a jóisteg, nem az lett végül. Szóval nagyon sok autót pörgettünk már ki, rengeteg fajtát, rengeteg színűt, szagút, teljesítményűt, de ugyanolyat még nem. Most erre lehet egyébként egy példa, mert azt hiszem, hogy egy Ford Escort RS-t lehet, és ne... Majdnem a Cadillac lett, de szerencsére végül nem. Viszont megnézzük, hogy mi lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Mondom, az elmúlt időszakban nagyon gyorsan beadta az autókat a játék. Iszonyatosan gyorsan, gyakorlatilag pofázni nem volt időm az elején semmi, mert egyből megkaptuk az autót. Most bőven be tudom pótolni ezt a dolgot, mert rengeteg kocsit pörgetünk. 50 ezer kredit, nem baj. Pénzünk az van bőven, jobb felül láthatjátok, tehát 10 millió 551 ezer kredit, ami bőven elég egyébként ebbe az egészbe. És egy izomautót pörgetünk, Chevrolet Chevelle Super Sport 454. Boy! Az első versenyünk a Togun Bypass Sprint lesz. Anything goes, tehát gyakorlatilag bármilyen autó lehet, ez egy S1-es kocsületéként végül. Hátsó kerekes 832-es, megnézzük nagyon gyorsan azért a starting gridet, hogy tudjuk, hogy mire számíthassunk. És a mi autónk a legjobb egyébként, nem sokkal, van 831-es, még ugye az F-Type HE, vagy HE, vagy nem tudom, minek mondjam. Meg van még egy 832-es Alfa Romeo 8C. Úgyhogy igazából bármi lehet, az autót nekem tetszik, verseny közül még nem próbáltam. Itt az ideje, na nézzük srácok. Ugye megint szokás szerint rámunk az észre. Lehet húzni. Jó a kocsi, nagyon tetszik egyébként, nem vagyok egy izomautós fajta, de ez nagyon tetszik. Jó. Egyre jók is vagyunk, én azt gondolom. Jó, jaj, basszus, 280. Az egy kis féket azért kért volna, ez csúnya volt, elnézést. Igen, és itt vagyunk a Merci mögött, és a fékünk az nem hagy minket cserben szerencsére. Hármasból megyünk szépen. Jó a kocsi, nagyon jó hangja van, esküszöm egyre jobban tetszenek az izomautók is, az amerikai izomautók, nem tudom, hogy miért. De régen ezeket nagyon nem szerettem. Tehát a játékokban egyszerűen ilyen elterjedt tény volt róluk egyébként, hogy nagyon nehezen irányítóak. Itt például ez nem teljesül, tehát ez egy összkerekeshez képest is bőven jól irányítható az a kocsi. És hát azért rajtam vannak rendesen, azt mondom, hogy már itt le vannak rázva rendet, de nincsenek egyáltalán, itt vannak a seggembe. Nem hagynak békén. Jó, egy driftelős autó, tehát ezzel lehet aztán driften nagyon, hogyha valaki azt szereti. Nem csaljuk ki a checkpointot, nagyon gáz lett volna, hogy ezt kihagytuk volna. Nézzek, itt vannak a seggembe folyamatosan. Nem úgy van az, hogy majd én itt meglógok. Jó, nagyon szép, nagyon szép. Nem hagyjuk ki a checkpointot. Előző részben nagyon gáz volt amúgy a checkpoint kihagyás. Hát az csúnya volt. Ne!
60 száj, de Mónika! Várjátok kettesbe, az első checkpoint nézd. Nem az, jó. Srácok, még meg lehet. 63%-nál srácok átveszik a vezetést. Most nem kéne hibázni. Kettes, kettes, basszus! Jó. Hát... Necces, nagyon necces, srácok. Jobb az ívünk, de... 76% még odébb van a vége. Lehet, hogy a nagy... top speedem talán megveri. A top speed talán megveri. A Mercit. Kis féket kell nyomnunk, nyomnunk kell féket! És beleütközöm, és beleütközöm, és el fog menni a Merci sajnos. Nem biztos, várjál, még hosszú az egyenes! Ez az! Ez az! Aaaaah, a francba nincs meg! Jézusom, srácok, hú! Nincs meg, második hely! Mennyivel? Jézus Isten! Látjátok a különbséget? Bol, azt a... De kár érte! Túl hamar váltottam el, lehet az volt a baj. Basszus, de rég volt ennyire kiegyensúlyozott meccs. Az a Mercedes nagyon jól gyorsul. Top speed-ben megverhető. Nagyon rosszkor kellett váltanom, szerintem az volt a baj. Talán korán is váltottam el. Gagyi módra váltasz dupla kuplunk nélkül. Ezután a durva verseny után nyomunk egy City Tour sprintet. Este. És ami érdekes, ez most nem Anything Goes verseny, hanem Chevrolet gyártói verseny. Tehát gyakorlatilag csak Chevrolet vannak. Ugye nézzük is meg, van itt mindenféle korosztály. Igen, a gyorsulásunk az nem a legjobb egyébként. A top speed az, ami kimagasló ebben a kocsiban. Na nem baj. Én jobban szeretek egyébként hátulról jönni. Nincs megfogva az autó, miért is lenne egyébként? Pedig nagyon ott voltunk, hogy azt el tudjuk kapni, de nem, túlságosan kifarolt a kocsi, sajnos. Nem fékeztem eleget. Jó, ide beszúrogatjuk. Oké. Dobja azért a seggét, azt tudni kell, tehát nagyon finoman kell vele kigyorsítgatni is. Lehet, hogy az előző versenyben túl finoman is tettem én azt a kigyorsítgatást. Mert azért... De még az itt tök megfogható egyébként, tehát ha nyomok is egy nagy kövérgázt a kanyar után, akkor dobja a seggét, de bőven visszarakható, tehát hogy nem olyan vészes az. Csak hogy olcsóan bánik az ember vele, nem akarom teljesen elcseszni. Előzőben is volt egy pont, amikor elvesztettem az uralmat fölötte. Viszont most a negyedik helyen vagyunk már. Jó. Micsoda kocsik vannak itt, a jó Isten. 40%-nál vagyunk. Oda bemegyek. Igen, és ők a második helyen megint. A jó megszokott második helyünk, ugye? Igen. Lehet, hogy megint korán volt elváltva, de nem baj. Jó, gyártsak 50%-nál vagyunk. Igazából ez most itt van időnk, csak tényleg finoman kell nyomni. Itt van helye bőven az autónak. Elmegy, és jobb a kigyorsulásunk szerintem. Nem jobb. De jobb a gyorsulása, tényleges jobb a gyorsulás, látod? Megy el, pedig szerintem jobb volt a kigyorsítás. Kell egy kis fék, és az egy jó ív, gyerünk bébi. Ki kellett használni, ezt ki kellett használni, a szar. Na most meg arra kell figyelni, hogy ne legyen el kurva, és ez most el lesz kurva. Nem megyünk neki a falnak, jó? Jó, itt egy balos. Lehet, hogy driftelni kéne. Rakjam be! Rakjam a seggét! Rakom én! Hogyha úgy gondolod. Játszunk a tűzzel, hallod? Jó. Az egy jó kanyar! Az oszlop ne... Az oszlop nagyon le tud lassítani, az borzasztóan lelassít. Még jó. Még a telefonfülke is, azt se kéne kivinni. Aha, az képest egész jól sikerül mindent kivinni amúgy. Jó, 86%. Sikán jön. Ezt ismerjük, ezt szeretjük egyébként. De későn váltottam el. Nem baj. Tehát tök jó előnyben vagyunk. Tényleg annyi, hogy ne kúrjam el. Egyszer se szabad, ne keveset féke... Az ne legyen checkpoint mist. Játszok a tűzzel, én nagyon játszok a tűzzel, srácok, megvan a második versenyünk. Erről van szó, végre első hely.
Én azt mondom, az első verseny se volt ronda. Tehát az, hogy második helyen végeztünk az elsőbe, az egy dolog, de olyan izgalmas volt a vég, a célegyenes ott, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy én azt nem sajnálom, hogy az ott nagyon kis különbséggel nyertünk, vesztettünk, vagy másodikok lettünk, így akarom mondani. De én arra egyetlen nem szégyellem azt a versenyt. Nem lesz észünk nyilvánvalóan, de az második versenyünk az első hely megvan, és akkor most jön az utolsó verseny, és nézzük meg, hogy sikerül azt is így a top kettőbe mondjuk teljesíteni, az elég jó lenne. A végére pedig még befittyen egy Woodland Circuit, ugye ez egy körverseny, anything goes. Nézzük meg, jó lenne egy elsőjét hozni itt is. Egészen 100-ig ki lehet utatni egyesbe. Ezt ti átgondoltátok már valaha? Egyesbe 100-ig? Brutál. Brutál gép. Nyírsom, micsoda sebességgel jövünk itt be. Ismerjük ezt a kanyart már, mint a szart. Nem úgy tűnik, de higgyétek el nekem, hogy ismerem már, mint a szart. Nyilvánvaló hazugság. Oké. Okay. Jaj! Itt aztán zúz le mindent a kollega. De... ez azért kemény volt az előbb. Bevegyek közéjük! El kell menni ezeket, hátra kell hagyni. De ne! Hát nem igaz. Hú, de nehézkes ez a verseny most. Igen. Hármast azt kérte volna. De hallottam az autót, hogy rakj már hármasba. Á, de szar volt. Az, hogy korrigálni kellett ebbe a kanyarba, korrigálnunk kellett, mert különben vitte volna ki a seggét. Kellett egy kis féket nyomni. Jó, megfogtuk. Hármas. De nem, a négyes kell neki. Hármas, az már túl kevés. Megint van ez a KTM-es, nem tudom milyen autó. Közben már a második körnek a fele javában. És nagyon nehezen jutunk előrébb. Iszonyat nehezen, főleg ez a Merci miatt itt. Itt feltart, ötödik helyen vagyunk. Utolsó kört nagyon meg kell nyomnunk, hogy azt akarjuk, hogy top 2 legyen legalább. Nagyon meg kell nyomni. Itt ez a mi szakaszunk itt amúgy. Meg az ott, ez a hosszú egyenes, ez a mi szakaszunk itt végig, általában. Negyedik hely. Én gyorsabban kéne menni, mint a többiek. Jó. Nagyon necces. Nem mondom azt, hogy a kedvenc autóm lesz, én egyáltalán nem, de nem rossz. Egészen jól megértjük egymást, de annyira azért nem vagyunk haverok. Maradjunk annyiban. Olyan, mint lakótárs. Ez így nem lesz meg, srácok. Ez így nem lesz meg. Ez így sajnos csak egy negyedik helyre futja. Tényleg ez az autó, ez a Chevrolet, ez még több időt venne igénybe, hogy teljes egészében kiismerhessem az autót. Mert tényleg olyan, mint egy lakótárs, akivel nemrég költöztél össze, így elvagytok, meg megvagytok, de nem igazán vagytok barátok, vagy nem vagytok haverok. Hát ez van ezzel az autóval is. Azért mondom, ezért jó az a sorozat, mert amit pörgetek, azzal kell mennem, és igazából ez tök random, tehát gyakorlatilag megszokni sincs idő az autót, úgy kerülsz bele, aztán bum, bele. Eléggé változatos eredményeket hoztunk, volt ugye egy második helyünk, egy első, és most egy negyedik. Ebből le lehet vonni az a tanulságot, hogy ez a kedvenc autóm, ez nem lesz. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a figyelmet, gyerek, hogyha tetszett, ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, leírásban egy csomó linket megtaláltunk, mint például ugye az ehavi notebook.hu-s akciót, ugye 5000 forint olcsóbb az a játék, mindenképpen csekkoljátok le, valamint az Isti butikot is, ahol ilyen pólókat tudtok például megvásárolni magatoknak, amennyiben szeretnétek. Remélem, hogy élveztétek ezt a videót, ha igen, ez már volt. Legyen további gyönyörű napotok, gyermekeim, szerbusztok! Please.